Áprilisban e táblával is kihirdették, és annak rendjemódja szerint a tanévkezdésre meg is valósították. A Magyar Falu program részeként érkező támogatások előnyét élvezhette a Jászsági Általános Iskola, Bozóki János Általános Iskolai Tagintézménye, ahol pár hónap alatt sikerült a tornaterem tetőborítását kijavítani. A nyár folyamán, akik erre jártak, láthatták, hogy nagy felújítási munka történt a tornateremben. Megújult a tető, kicserélték az nyilászárókat, és egy teljesen új környezet fog várni benneteket, amire már sok-sok éve vártok, mondhatni több évtizede vártok, hogy megújuljon ez a tornaterem. Ezek a hazai források gyorsaságuk miatt igazán hatékonyak, főként a kis településeken felbukkanó problémák azonnali kezelésére. Magyar Falus program keretében valósult meg ez a felújítás. Az 5000 fő alatti települések pályázhatnak erre, és az önkormányzat, illetve a KLIK sikeresen pályázott erre a felújításra. Én gratulálok hozzá az intézménynek, és azt gondolom, hogy 13 millió forint is, sokan mondhatják azt, hogy nem nagy összeg, egy kis településnek igenis a sok kis apró pénzből összetevődnek a felújítások. A beruházás jelentősebb részét a nyílászárók és a tetőszerkezet borításának cseréje adta. Ez a beruházás közel fél év alatt készült el, és közel 13 millió forintot költöttünk erre, illetve a Magyar Falu program keretében sikerült elköltenünk. Ami elkészült, a tetőszerkezetnek a felújítása készült el, illetve nyílászárók cseréje történt meg, valamint a belső térbe a fűtési rendszerrel kapcsolatosan radiátoroknak, radiátorcsöveknek a teljes körű festése történt, illetve bordásfalak, sporteszközök leszerelése, tisztítása, visszaszerelése történt meg a tornateremben. Az iskolai tanévnyitó előtt adták át a felújítást a Jászberényi tankerület előjárói, a településvezető és az országgyűlési képviselő jelenlétében, aki elmondta, hogy fontos feladatuk a boldog gyermekkor hátterének megteremtése. Álmaitokban is mindig vissza fogtok kerülni a legszebb életetek, legszebb időszakában, a boldog gyermekkor időszakában, a szülőfalusba, a szülőházba, ott, ahol éltetek. Nekünk az a dolgunk, hogy azért tegyünk, hogy ez az életetek legszebb időszaka, a szülőfalu, az otthon, a lakás, az út, az iskola megújuljon, hogy a ti emléketek minél több és minél szebb legyen. A honlatja szerint ez vezetett ahhoz, hogy sikerült megállítani a vidékről elvándorlást, mert a kormány törekvése, hogy a kistelepülések lakosság megtartó ereje tovább erősödjön. Fontos ez, hogy ugye a gyerekeink itt maradjanak, ne menjenek el később, és hogyha megfelelő infrastruktúra van, illetve látják azt, hogy megújul, mint ahogy jelen esetben is, az átadásnál láthattuk, hogy megújult egy tornaterem, akkor nagy hitel is azt gondolom, hogy itt fognak maradni, nem fognak elvándorolni. Nyilván, ha tovább tanulás szempontjából elmennek, de vissza fognak jönni a gyökerekhez, vissza fognak jönni ide településükre, ahol látják, hogy a fejlődés az megindult. Szerdán reggel 117 tanuló kezdte meg az új tanévet Jászdózsán.